Ne feledjétek, páratlan héten vasárnap 17 és 18 óra között Élő legenda őskövület, olimpiai világ és Európa bajnokok, legendás zenészek, művészek a vendégeim. A műsort német Kiba Sándor vezető. Ne felejtjétek! Vasárnap 17 és 18 óra között élő legenda őskövület. Várlak bennetek! Szép napot, csodálatos életet kívánok minden kedves hallgatónak. A következő egy órában az élő legenda őskövület című műsort halljátok vendégem. Kékesi bajnok László, a legendás P-mobil basszusgitárosa, énekese, zeneszerzője és egy legendás arc, aki egy igazi rocker. Majd visszatérünk rá, hogy hogy néz ki a bajnok. Ez volt a bemelegítés, tehát érdemes itt maradni, most már tudjátok. Velem szemben ül Valla Attila. Valla Attilát lehet, hogy keves, kevesebben ismerik a rokvilágában, bár ott is írt, de megtudjuk, hogy Valla Attila kiknek írt szövegeket, mert nagyon-nagyon sok énekesnek, zenésznek, zenekaroknak írt szövegeket, megtudunk sokat erről a két emberről, tehát mindenféleképpen maradjatok velünk a következő egy órában, hallatok dalokat tőlük is, és még lesz ilyen meglepetés dal is. Tehát, élő legenda, lett. A műsor vezeti német Sándor, és nincs mese, bajnok. Most nem játszani kell, most egy másik dimenzió következik. Hát először is kezdjük ott, hogy tegnap este egy zseniális bulit csináltatok a ZBB zenekarról, mert ez egy új zenekarod, aminek a vezetője Fischer László a korál gitáros, és hát azért ott dobol az Edda dobosan a Tibi, a Donáci Tibi, aki nagyon jó, és hát van két fiatal, az énekes, az szerintem az egyik legjobb énekes most, aki létezik, Rockban legalábbis, és hát a, a, billentyűsről, nem is beszélve a Lisztről, hiszen Liszt névre hallgat, és nagyon jó zenész. Tehát ez volt tegnap este, de megkérdezem tőled, hol voltál te reggel 6 óráig, legkezdődjön így? Na hát a történet ugye arról szól, ezt most viccesen fogom kezdeni, én azért szeretek ott játszani, ott voltunk a Lövőház utcában, a Jampabban, meg körülbelül egy perc alatt érek oda, mondom, csak a liftbe ragadhatok be, azért jöttem le gyalog, mert ha onnan elkések, akkor végem van. Na most az a lényeg az egésznek, hogy hát próbálkom meg minden bulikon már sokszor együtt voltunk, de igazából így, így, lazán ilyen buli, nem? Hát ezt úgy gondoltam, hogy illik úgy csinálni, hogyha már ott lakom két másodpercre, hogy a, a, buli után meghívtam a zenekart is, de vele együtt ugye a barátnőket, barátokat, úgyhogy azt hiszem 19 -en voltunk, és hát átcsapott ilyen házi buliba. Bajnok, készíts fel a legrosszabbakra, mert szerintem lesz itt egy-két kemény kérdés, és attól félek, hogy nehezen futsz majd neki a válaszoknak, de azért bízom benne, hogy ismervén téged, mint egy igazi őszinte rocker ember, tehát biztos, hogy őszintén fogsz válaszolni. Hát akkor <coughs> én talán megfogalmaznám úgy, akik a fiatalok nem ismernek téged, mondjuk a nagyon fiatalok, tehát meglátnak az utcán, nem tudják, hogy ki vagy, de természetesen a dalokat, amiket játszottál, azokat mindenki ismeri, hiszen a p mobil dalok, azok örökzöldek, és hát Viki Dál Gyula örökzöldé tette őket, meg Bencsik Samunak a zseniális szerzeménye örök élnek. Ö, de ha rád nézek, mai napig, így kell elképzelni egy rockert. Elhagyod a dolgokat, kicsit tovább mész a villamos megállóban. Tehát egy ilyen igazi rockzenész, aki már ah, kell megiszol egy fröccsöt, ha nem kell, akkor megiszol még egyet. Tehát, <laughs> magyarul magyarul te, te tényleg olyan vagy, annyira szereted ezt a rockzenét, nekem az jön le, hogy meglátlak, és azt mondom, hogy ez hihetetlen ez az ember, ez a gitárról a kezébe fog meghalni, mert ez az ember ez annyira szereti a rockzenét, ez annyira oda van, hogy te egyáltalán tudnál valami más csinálni? Ez a kérdésem. Ha most kivennék a kezedből a gitárt, mit csinálnál? Hát nem hiszem, mert ugye jártam középiskolába, programozó lettem volna, az nagyon nem állt jól, de csak azért mentem abba az iskolában, azóta a legközelebb, úgyhogy teljesen mindegy, nem gondoltam is semmi, aztán ez lett belőle, de hát már akkor elindult ez a zenélés, aztán ugye, hát én még voltam katona, és akkor szerencsém volt, mag egyből bekerültem ugye a p hát aztán ez azóta csak megy föl, fel, nem, nem tudok elképzelni más, tehát végülis ezt csináltam, úgyhogy Na, ezek voltak a legkönnyebb kérdések, tehát innét jönnek majd a nehezek. Akkor Attila, te következel. Hát örülök, hogy te is itt vagy és megszólalsz a civil rádióban, mert uh, itt azért próbálunk uh, sokféle legendát megszólaltatni. Hát a legenda egy erős, de köszönöm Hát egy kívást. kicsit fiatal vagy, de hát uh, tudod, öregszel gyorsan. Ha úgy fogsz öregedni, mint a bajnok, akkor nagyon rosszul fogsz kinézni néhány hét múlva. Na, viccet félretéve, Attila, akkor uh, kezdjük ott, hogy uh, hogy lett belőled szövegíró? Úgyhogy volt egy zenekarom több mint 20 éven ezelőtt ahol én hát énekeltem, és a szövegeket írtam, és aztán, aztán ez az a Fenyő megtetszett, és hogy annak idején az akkori Step zenekarva írtam az első szöveget, és akkor ugye, mint minden más jó mesterembert itt továbbadogattak a, a, az előadók és zenekarok, és hát az idők során szép lassan módon nyílt ilyen nagyon egymáshoz nem illő előadóknak és daloknak és zenes stílusokban dolgozni ami nekem nagyon izgalmas, illetve az egészben ez a legizgalmasabb, hogy hogy Nox-tól kezdve a huligánszig és a Cserháti Zsuzsa, meg néhány színházi munka, tehát nagyon össze nem de ez jó, mert mindig másből bebújok, tehát röviden ennyi. Már csak, azért, így. már csak azért, hogy senki el kapcsoljon. Mondanál <laughs> nagyjából, hogy turván hány énekesnek írtál durván hát, szöveget, nem, kb. -t. Az előadók is De ha most nem tudod, akkor majd haza számolni, <laughs> számolod számolyan... össze <laughs> mindenféleképpen. 80 hozzá. között van az előadók zenekarok szám, hogy kb. az elmúlt 20 évben. És hát így, így lemezeken már nyilván száz fölött, tehát csomó, csomó, nyilván sikeres lett, egy jó csomó nem lett sikeres. de Nagyon sok kedvenc dalom van, ami, ami, ami egyáltalán nem ismert, és van egy csomó olyan nagyon ismert dal, amire kvázi nem vagyok büszke, vagy most már máshogy csinálnám, de ez sokan vagyunk ezzel Jó, is. akkor most egyből kezdjük ott, hogy mondjál három vagy négy olyan szerzemét, amikre nagyon büszke vagy, és mondjál három-négy olyat, amit viszont te szeretsz nagyon, de nem lett ismert. Hmm. Hát a cserháti Zsuzsa Homú és Gyémánt, azt a, azt a közönség is szereti, meg én is. Ettől függetlenül abban is átírnék egy-két sor, lesz most hagyjuk, most nem vagyok felkészülve így, hogy melyikkel kettő, de tudom, hogy amikor meghallom néha a rádió, akkor azért hogy... akkor Volt, a, volt az emberek és a Nox történet, ami, 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 nagyon sok embert megérint, azt tudom, ezek a visszajelzésekből kiderül, és nyilván csomó más, csomó embert meg egyáltalán nem. Tehát ez a furcsa ebben, hogy hogy találkozni neten is olyan véleményekkel, hogy hogy valakinek az élete egy dal, és, és a ha egy másik embernek meg annyira nem jön be, hogy elkapcsolja a rádiót. Tehát most lehetne sorolgatni dolgokat. A Cserhátival és, és, és a műzikelekkel, a színházi munkákkal rendben vagyok, azt gondolom, a Noxnak is vannak olyan dalai, amit nagyon szeretek, ezek pont nem ismert a dalok, úgyhogy most hadd nem mondjam a címüket. A Zsédának írtam, az elmúlt időszakban néhány, azt, azt gondolom, a jobb dal, ilyen lassú számok, komolyabb témákban, nem a szombatesti láz és dizsi buli szintű történetet. Egyszerűen volt szerencsém a Charlie nak és a, a Printáci vikinek egy duettet írni, nem lett ismert, de nagyon jó duett a zenész szakmáról szól, a zenészekről, a két generáció találkozásáról. Ennyi röviden most. Jó. Hát, Attila, akkor egy dolgot meg kell tennünk sürgősen egy olyan kedves konferált be a dalt, akkor az első dal uh, legyen ja, a téd, majd aztán a bajnokkal beszélt meg utána, hogy miért a téd az első dal, majd azt a bajnok, bajnok, már nagyon keményen nézett rám, azt mondta, hogy majd nyiba állunk. elszámolunk utólag. <laughs> ez a huligán zenekar, két vagy három éves dal, a Hotel Mámor című dal, ami klip is készült, tehát egy médiában sokat játszott dal. Úgy látom, hogy a koncerteken nagyon szeretik, ezt én is szeretem ezt a dalt. Ez egy olyan jó vidám, de dögös, jó dumákkal. Az Élőlegenda Őskövület című műsort halljátok. Sajnos nagyon hideg van. Elmondom őszintén nektek, hogy kutyám Lüssi 18 éves lesz a napokban, és harci kutya, és nagyon fázik, pedig vettem neki egy melegítőt, úgyhogy mindenkinek javasolom, aki még nem vett melegítőt a kutyájának, azért vegyen, mert azért gondoljunk arra, hogyha mi kutyák lennénk, mi is mennyire fáznánk. Az Élőlegenda Őskövület című műsort halljuk, Mindannyian én is és ti is, úgyhogy kékesi bajnok László, a legendás P-mobil gitárosa, basszusgitárosa, és hát egy igazi rocker arc. Na bajnok, überelni kellene most a, az Attilát egy kicsikét, mondjál valami nagyot. Először is kezdjük tán ott, hogy abban az időben a p mobilt nem nagyon szerették, tehát a média nem nagyon szerette, a lemezjárak nem szerették, nem tudott megjelenni lemezetek, pedig a Bencsik sem olyan dalokat írt, hogy, hogy komolyan mondom, most is csak, csak fülelek, hogy hogy lehetett akkoriban ilyen dalokat írni. Meg hát a Viki amiket énekelt meg, hát ugye akik utána is jöttek. Hát ezek, ezek, olyan dalok voltak, hogy azonnal meg kellett volna jelenni. Mi volt azok? Mit csináltatok ti rosszul? Rossz gyerekek voltatok? Vigyázz magadra, bajnok, nagyon gyanús vagy. Hát nem rossz gyerekek voltunk, hanem <coughs> hát ez akkor is írtva volt, úgymond ez a... A rockzene, hát azt a fajtát nem szerették. Hát ki írtotta, ki írtotta? Ki írhat, hát, nem, nem tudom, az akkori rendszer vagy a Fenetudját, mi voltunk a megtűrt kategória. De hát az a baj, hogy oda bejutni a lemezgyárba, az, az nagyon nehéz volt. A rádióba se játszották, nem vettek föl semmit. Hát annyi volt az egész, hogy 76-ban egy ilyen kis lemez jött ki, ami olyan rosszul lett fölvé, vagy beszaladtunk a rottenbury és akkor mondták hát egyszerre minden eljátszva, amint van rá egy óránk az egészre biztos volt keverve rendesen, hát az volt az első. És akkor nagy-nagy nehezen azért megjelent az első nagy lemez, hát onnan már azért jobbra fordult a dolog, de előtte azért oszlott föl végül is az egész a Bencsik is azért ment el, meg a Viki ez már így nem ment, hogy, hogy semmilyen lemezke nem jelenik meg. Azért lett a P-Box, és utána a, a P-Mobi 2 Igen, állj meg egy pillanat engem, engem azzal is egy kicsit furcsának tartom, hogy Viki a kékesi bajnok László, és sorolhatnám a neveket, és szinte e, penge élen vagytok, holott olyan dalokat írtatok, hogy jelen pillanatban Budapesten több mint húsz zenekar játsza a dalaitokat, arra arakultak a zenekarok, hogy a ti dalaitokat játszák, és hát most nem beszélek vidékről, mert ott meg a következő durván száz zenekar. Hát mi a fene történik itt, hogy hogy lehet az, hogy nem csak ti csináljátok ezt, és nem olyan szinten, hogy, hogy oda dőljenek az emberek, és meg, benne legyen az a rengeteg pénz, amit megérdemelnétek ezekért a szerzeményekért, de nem így van. Mert hát azt látom, hogy bemegyek, mondjuk tegnap voltam a ti koncerteteken, meghallgattam a dalokat, de átmegyek egy másik koncertre, ott is hallok dalokat. Igaz, hogy ilyen jól nem játsza senki most, mint ti, de hát akkor is p játszanak. Ez hogy lehet, hogy nem találjátok meg azt a hangot, hogy érted, mire gondolok, hogy aki a P-mobil, az a P-mobil. Tehát akkor azoknak kellene együtt játszani. És az miért nem történhet meg? Mi a hiba? Hát itt különböző emberi dolgok vannak, ugye? Itt nem is zenei kérdés az, hogy. mién emberek? Nem vagyunk -e együtt. Hát nem tudom, ezt meg nem tudom magyarázni, mert százszor feloszlottunk, megint összejöttünk, de most már mindenki egészen más összetételbe játszik. Mindegy, hát létezik most egy P-mobil, a Loránt, én magam se tudom, hogy kik vannak ott. Hát most jelen pillanatban ugye a reklám helye, hát akkor én most a mobilmánia zenekarban is vagyok az EBB mm. mellett. Sőt, még van egy bajnok rock vezető zenekar, ott én viszont a, azokat a nótákat játszom, amit most senki, azokat a nagyon régieket, a 70-es, 80-as évek belieket, hát többségben azt, amit, amik az én nótáim, de amik akkor a legsikeresebbek voltak. Hát ez így néz ki. Oké, okay. <coughs> Hogy jeled meg azt, hogy itt ő melletted kékesi bajnok László, egy élő legenda, akit biztos vagyok benne, hogy szeretted ezt a fajta zenét, és valahogy mm, oké, okay, írtál a huligensznek, ők is rockot játszanak, de elméletileg nem írtál félben, olyan, de akkor is hiába félben. más, de egészen más stílusoknak írtál. Miért alakult ki benned az, hogy te inkább a populárisabb irányban mentél el, tehát nem a rock irányában? Ez a huligáns megkeresését óta tudom, hogy nem azért van, mert azt gondolom, hogy nem azért van, mert nem tudnám, vagy bizonyos érzésvilággal nem tudnám ezt képviselni, mert egyszerűen nem volt rá megkeresés, és ez így alakult ki. De pontosan amikor a huligáns 4-5 évvel ezelőtt bejött, tehát nem csak én írok nekik, de egy a jó 20 számot írtam az elmúlt 3-4 lemezről összesen. Én nagyon élveztem, mert nagyon más, hogy lehet fogalmazni a rockban. Tehát még, még, abba, még azokban a számokban is, ami kvázi uh, médiás dalok, de hát ugye nekünk renget, iszonyatosan meg van kötve a kezünk uh, kiadók, producerek. Mert mit mondanak a kiadók? De tényleg tudjuk, hát, hogy a bajnok nem tudja, sajnos egy érőlegen, de nem tudják hogy hogy fogják meg Volt olyan, hogy a, az ilyen már kiadó főnök egy 32 éves rác, azt mondta, hogy figyelj, érzem, hogy ez jó, meg azt is tudom, hogy ez koncertem, hogy mennyire bejönne, de ezt a sort írd meg azt írd át, mert ez kijövő dal ez és nem fér bele és nem olyan szavak szerepel, de csak olyan, olyan témák, vagy olyan bemondás, ami nem, szerintem nem fér bele. Küzdöttünk érte, a zenekar is küzdött, nem mindig, volt, ami átment, volt, ami nem. Szűrők vannak. Tehát, de lényeg az, hogy eleve egy más fogalmazás, és más tematikákat lehetett behozni. Nekem személyesen ez egy hatalmas élmény volt, értem, beszélhettem rockban már amikor a Roy és Ádámnak írtam egy, 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 ilyen kicsit keményebb dalt az átlaghoz képest, a többi, többi popos előadó az képest az is egy élmény volt, de ez ritkában jött össze eddig, ez tény. Tehát, de igazából megvannak itt a nagy öregek és a bölények szövegírókban is bőven. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ellátják ezt az országot a mai napig olyan dalokkal. Attila Horváth, Horváth Attilával az élen, azt gondolom, hogy az egészen, egészen zseniális. Ha, ha már megemlítetted Horváth Attilát, akkor bárta lehet mondani, hogy szinte hihetetlen, hogy Horváth Attila ezen a földön született. hogy Amilyen zenekarhoz hozzányúlt, azok mindig legendásak lettek, azok mind befutottak, ott mind olyan szövegeket... Tudott írni, annyira meg tudta fogalmazni azt a fajta stílust, azt a fajta hangulatot, amit képviselt a zenekar, hogy ez valami hihetetlen. Tehát a, a Csállítól, a, a, a Révészéken keresztül, szóval ez, ez a, tényleg ahova nyúlt, tehát a tunyogi mindenhol életveszélyes dolgokat írt az Attila. Úgyhogy Attila, sok sikert az életedhez, és vigyázz magadra. Már most uh -huh. Orvát Attilának üzentünk, mert nagyon bízunk benne, hogy egyszer csak meghallja ezt a műsort. Bajnok te következel. Légy kedves konferált be. mi lesz az első dal, ugye megjelent a mobilmánia lemezés, hát arról lesz most egy dal. Hát igen, ez egy, ez egy lassúbb dal. A címe az egyszerűen, hogy Regina sír. Megmondom őszintén. Ennyi. Iszonyatosan jól énekez úgyhogy gratulálok. Az élő legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as megahertzen a civil rádióban. Németnyiba Sándor vagyok, én vezetem a műsort, és hát elég nehéz dolgom is lehetne a két vendéggel, Kékesi Bajnok Lászlóval és Valla Attilával, de nincs nehéz dolgom, mert nem nagyon keménykednek, mert tudják, hogy velem van két ketrec harcos, és hát ők bármikor közbe tudnak lépni. Tényleg bajnok így egyből visszatérve, hogy ma már ugye van ketrec harc, K1, ilyen olyan kemény sportok. Régen nem voltak ilyenek, csak úgy ott volt a birkózás, meg a judo és az ökölvívás, de azért ti elég kemény helyeken játszottatok. Nem voltak verekedések néha? Hát régen voltak, most nem tudom hirtelen megmondani, hogy hol, de, de nem volt jellemző egyébként, szerencsére. Úgyhogy azért igazán, az, az nagyon régen ilyen a 76-77-78, amikor ez a nagy őrület volt, hogy ilyen 5-6 menetes bulikat játszottunk vidéken, 8-kor elkezdődött, és 4-ig, hát ott előfordult ilyesmi az ilyen ezer menetes bulikon. Oké, okay. emlékezünk egy kicsit a régi időkre, hogy ha most mondjuk egy ilyen 15-18 éves fiatal ember vagy fiatal hölgy hallgat bennünket, akkor hogy kell, tehát hogy tudnák elképzelni, próbáld meg elmondani, hogy milyen volt, hogy készültetek, hogy nézett ki egy koncert helyszíne, mik történtek ott, vagy sörözés, zsíros kenyér, vagy hogy volt ez? Hát minden végül a ezt a hely válogatja, attól függ, hogy milyen hely. Van ott, van, volt olyan hely is, ahol szendvicsel, minden a vártak az öltözőbe, fehér a leterített azt, de volt a semmi, csak a ropi. De, hát végül is hát mindig a szokás, hogy próbák vannak. Várjál valami akkor... botlás volt, Ropi nem volt akkor, vigyázz, azt, most Ropi... Most... <laughs> hát olyasmi. Hát, 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 Ropihoz hasonló, <laughs> <Igen. nem>? Valami, <laughs> valami ilyesmi. <Igen>. <laughs> Kialakul ez. É, bajnok, a következő kérdésem lenne még hozzá. Mint azért tudjuk, hogy nagy egyenisegük voltak a zenekarban, és ö, olyanok is lettek a dalok, tehát kemény kohóban születnek a jó dalok. Azért gondolom, azért voltak itt azért balhéj is megveszekedések is, ugye amikor elmentetek egy koncertre, vagy mindig béke nyugalom volt? Hát hogy... nem, az sokszor volt, hát és éppen ez lett a vége, ez az sok oszlás meg újra. És kiveszekedett kivel? Hát mert te nem vagy egy és... veszekedős típus, mert próbáltam Lát, megveszekedni, nem, de nem általában tudok. Általában nem. Hát ez mindig úgy volt, hogy amikor erre került sor, akkor leültünk egy akárhol egy étterembe, hát nem veszekedtünk igazán, hanem csodálkoztunk azon, hogy miért is fogunk most mit feloszlani. Senki nem mondta igazán az okát, de hát ez így nem jó, meg hát ez már kicsit lejárt, meg iző, unalmas már ennyi ideig együtt lenni, frissíteni kéne, szóval mindig ilyen hülyeségből <coughs> fakad. Ha megkélek, akkor emlékeznénk egy néhány percben Bencsik Samura, mert én sokat beszélgettem Viki Samurról, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Te szemszögedből, ha te egy visszagondolsz, milyen személyiségnek ismerted őt meg? Mert ő egy nagyon meghatározó kitározás volt, tehát rá érdemes egy pár percet rászánni. Hát elég furcsa az volt, de én, én, jóba voltam vele. Hát, mit jelent, ő, ő hogy egy... furcsa? Mit jelent az, hogy furcsa? Hát, hát nem tudom, olyan, ilyen hangulata volt, van, olyan. Én jóba voltam vele egyébként, de ő szigorúan vette a zenei dolgokat, ő minden hangot kitalált, mindent így precízen, és akkor mondjak haragudott, valamit, ha, ha nem úgy, hogy be, valamit ez lát, én érződik is szerint. a zenén egyébként, hogy ott nagyon, tehát nem ilyen adhok eljátszuk, hanem ott ki voltak találva a hangok, tehát a témák nagyon jók, és egy, egy zenének az a lényege, hogy maga a téma jól legyen, és ha a téma jól ki van találva, akkor működik, és érződik a gitáradásra, és nagyon precízen ki van, dolgozza. Igen? Igen, hát ő ezt meg is követeltem, mert volt azért olyan, hogy 80 százalék csináltam én meg, és akkor hogy bele, -bele improvizálgattam, azt nem szerettem. Mindig megkövetni, minden bulin, és különben, hogyha hárman vannak, akkor is úgy játszunk, őrült módon, ha százezeren, akkor is mindig egyformán. Attila. Ne, mesélj te is valami nagy élményt, hogy mert ugye megírod a szövegeket, ez eddig rendben van, de hát, mint mondtál, ugye különböző kiadók ö, beleszólnak, megpróbálják átiratni veletek, ha igazuk van, ha nem igazuk van, néha tenni kell, mert ugye néha komoly pénzekről van szó. Ö, emlékszel esetleg olyan szituációra, eseményre, aminek nem örült, hogy bementél mondjuk, mert általában tudom, hogy ott szoktál lenni többségben, amikor énekelnek az énekesek, és akkor, hogyha valami elakadás van, akkor azt mondod, hogy oké, akkor ezt kicserél lesz a szót, vagy, vagy segítesz nekik, hallgatunk téged. Hát persze, volt olyan, hogy, hogy valamiért nem tudtam oda menni, vagy nem szóltak, vagy későn szóltak, szeretek ott lenni a felének, és nem ülök a nyakán az énekesnek, nem fejtem meg a órák ide, meghallgattam egyszer-kétszer elnyomja, hogy én prozodai hibák, vagy, vagy ö, ö, valami tehát stílustalanság, vagy hangulatban ne legyen. De ö, előfordult olyan, hogy utólag hallottam még le nem adott anyagot, és hát nagyon nem tetszett, vagy volt benne több olyan hiba, próbáltuk újra venni, tehát ilyen kisanőbb voltak, de lehetőleg ott vagyok, és figyelek erre. Legosszabb, hogy telefonban <laughs> dudorászás éneklés, és az énekes hallgatja, bejátsszák stúdióból telefonban, hogy halljam, mert nagyon szeretem hallani, miatt ez. Mikor jöttünk be fel, azt megjelni. mondta nekem a bajnok, te figyelj ide, Nyiba, megkérlek, hogy vallassuk ki az Attillát ne nézzél ennyire bajnok, tudod, hogy mondtad. valasuk kell az Attilát, hogy hát úgyis, ez bevallott pénz, tehát te nagyon jól keresel? Hát én tudom, hogy erről nem szeretnék beszélni, de hát ezért jöttél ide, hát ezért mégiscsak egy olyan műsor kellene beszélni. Mert azt tudjuk, hogy a bajnok mennyit keres, ezt nem mondjuk el senkinek. Amit akarsz, annyit mondja el belőle a télát. Tehát nem kell most ezt konkrétan meghatározni. Tehát hogy jönnek ezek a jogdíjak? Tehát egy átlag ember, ha hallgatja, akkor hát tudja elképzelni azt, hogy egy szövegírónak hogyan a jogdíj, miért jön, és miből? Van, ugye van a jogdíj része, és volt egy idő, és még most is előfordul, de már nagyon ritkán, hogy van egy ilyen megírási pénznek hívott összeg, amit dalonként, ez nem egy nagy összeg, ez pár tízezer forint, és hát a, a jogdíj pedig a, 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 akkor a, komoly, hogyha egy dal sikeres, tehát hogyha évekig játszák, vagy egy év, vagy esetleg egy nyári dal, vagy ilyen egy évig játszoddal akkor abban az évben hányszor játszák, stb. Tehát ezt kiszámolják a jogvédő hivatal. Jó, akkor, ület, akkor most felteszek mindennyi. egy kemény kérdést, hogy mennyi volt a legtöbb, amit így meg tudott érinteni? mondjuk egy, egy jogdíjt. Mondjuk a volt nekem három nagyon szép évem, ezelőtt az elmúlt öt évben, amikor a, a publisherem megtudta egy szetléről tök véletlen, ez jellemző a magyar jogviszonyokra, hogy abban a három évben benne voltam az öt legjobban keresőben, és mit Presser volt az egyik, tehát az egy nagyon szép év volt, főleg, hogy szövegíró vagyok, és... De a válság az például engem is olyan szépen elért, hogy most, most konkrétan 15 éve nem voltam ilyen szegény, mint most ebben az elmúlt 3-4 hónapban. Ez komoly. Tehát ez nagyon, azt gondolom, hogy komoly pénzekről beszéltünk, csak nyilván én is ház, család, építkeztem, akármi most részletezni, nem mondok összegeket, de olyan szinten gyűrözött be hogy kiadok nem fizetnek megírási pénzt, ugye a CD piacnak, illetve a hangorzó piacnak a drámáját, azt tudjuk, az Amerikában például több milliárd dolláros éves kiesést jelentett az elmúlt években évenként számolva, tehát hihetetlen módon odaver a másolás, és egy kis országban tudjuk, a kis piac, stb. még jobban odaver, tehát minket jobban odaver. Attila, milyen dalt hallunk most? Amit hát te értel. ez is egy dal lesz, és az az előző lemezről, nem előbb, a legutolsóról a Ringas elcímű történet. Az élő legenda őskövület című műsorát halljátok a 98-as mhz a civil rádióban. Mint tudjátok, minden páratlan hétvégén 17 és 18 órakor érdemes ide kapcsolni, meg máskor is, mert akik szeretik az igényes zenéket, az igényes műsorokat, akkor azok valamikor mindig oda tévednek a 98-as mhz és akkor az kiderül, hogy ez nem más, mint a civil rádió, és hát kékesi bajnok László, hajnalig mulatott, sőt reggelig, és mégis azt mondta, hogy nyiba, ha a civil rádió, akkor indulunk pihenés nélkül, és akkor csináljuk a műsort. Hát itt van velünk Kékesi Bajnok László a P-mobilból, illetve Balla Attila szövegíró. Ők vannak itt ketten, és velük beszélgetünk, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Lacikám, most téged is megkérdezlek erről a jogdíjról, mert tudod, most ilyen átlagos dolgokat, hogy beszélgetünk, jó napot kívánok, kiadta mennyi lemezt, az emberek mindig olyanok az emberek, hogy mindig az érdekli őket, amiről nem lehet beszélni, amiről nem szabad beszélni. Hát akkor Kékesi Bajnok László mennyi lóvét tudott elásni, amit most könnyen ki tudsz ásni? Hát sem. semmit megmondom, mert azért nem adtak el annyit ebből, hogyha összeveszik az összes ízét, van nem is tudom, hogy hány ezer, meg hogy van ez az aranylemez. Az első az aranylemez lett, például a, az első p csak hát akkor ezt lenyúlták annak idején. Lenyúlta le? Hát nem tudom, ezt most már nem tudunk utána nézni, hát lehet, hogy a, én azt hallottam, hogy a komoly zenét támogatják, bőle, meg ezt, meg azt, egy ideig semmit nem kaptunk például, megmondom. De hát az a 80-as évekkel ugye megjelent minden évben az a három lemez, hát az, valahogy elment, de nagyon sok pénzt nem kerestünk belőle, megmondom. Hát most meg már csak így csőren csupan. A postás nem hiszi el, mikor kijön, hogy itt Na, mondjál, 2700... Két sem... mondtál? Várj, nem hallottam tisztán. Mit mondtál? Hogy? Mennyi, pen, mennyi pénz pénzt hozott a postás? Hát nem, 2700, most ilyen negyeni év, most már, de már eladták az összes lemezt, már nincs is. Ez már a mobilmániás nyom Nyomva. É. Nem, hát a, arról viszont még nem tudok semmit, de, de szerintem az is csak ilyen 2000 körül, de az már nagyon nagy dolog a mai világban. Éppen egy. Ez, ez a másolgatás, a lényemez, meg minden. Bocsánat, 7500-nál tart az arany, nem az a ugye 100 ezer volt, de évtizedő át. Múlik az idő a Földön, a lelkem bizonytalan. Esendő, a testem kínoz a távolban látlak. Bajnokkám, örülök, hogy nem a távolban, hanem itt közelről látom. Kékesi bajnok Lászlót, a nagy rockert, a nagy legendát akivel öröm elmenni bármilyen koncertre, mert mindenki szereti nézegetni közelről, hogy ő az igazi bajnok. Ez a bajnok, ez soha nem változik. Ez mindig olyan, ez olyan volt 20 évesen, olyan 40 és hány éves vagy bajnok, valljuk be? Hát most nem tudom, hogy ezt említettem, de úgy is tudják, hát most múltam 58. Most, ha élő lenne a műsor, akkor azt mondanám, hogy, hogy Hölgyeim és uraim, megkérem önöket, hogy telefonáljanak be, és egy kérdést szeretnék feltenni, hogy azon kívül, hogy Kékesi Bajnok László együtt zenélt Vigidál Gyulával. Még milyen közöttek van egymáshoz? Elmered mondani? Hát annyi, hát, hát, hogy hát a sógorom, hát a hugom a felesége, hát azt mindenki tudja. Hát ezért nem tudja mindenki, de hát azért, ma, azért akartam, hogy elmond. <laughs> Úgyhogy, hát ez még akkor alakult ki a metróklubban, ugye 70-es évek elején. Hát végül is elég szoros, de hát most egy darabig együtt voltunk itt a mobilmániában is csak hát a Gyulának annyi melója van a színházban, meg minden, hogy úgy gondolt, hogy ezt most már nem vállalja majd tovább. De rájötti. azért ne kenjünk rá mindent a szegény Gyulára, azért, azért nem csak a Gyula volt itt a azért nem csak a Gyula ment el, mentek többé is. Nem, hát az más, mert a, aki emel gitárs, az, az másfajta zenét akar játszani, neki van egy nagyon jó zenekar, én ezt hallottam más utat akar járni, úgyhogy most egy kicsit kicserélődünk, de az nem marad. Úgy Na jövő. bajnok, most már tudom, hogy miért vagy te ilyen jóban mindenkivel. Mert amikor keményebb kérdést feltettem, akkor azonnal mutattad, hogy csend. Hát ez jó. Oké, okay, csendben maradok, de majd kint megbeszéljük négy szem Az Élő -e. -e. Legenda Őskövület című hát hát a 98-as Megahertzen a civil rádióban. Maradjatok velünk, és most pedig következik, bajnokkám. Következik egy ilyen, egy roll, egy ilyen egyszerű rakendról. A címe az elég furcsa, de nekem nagyon tetszik. Először elájultam, mikor meghallottam, hogy mi lesz a nóta címe. Ez pedig az, hogy szeptember babán. Szóval az, az, az élő legenda őskövület című műsort halljátok, és hát ugye Attila beleszólt, de ez így van rendben, mert így élő a műsor. Tehát mi nem variálunk, ez a műsor, ez mindig olyan, hogy vágatlan, ez úgy halljátok, ahogy eljátszuk. Tehát német Sándor vagyok, és maradjatok velünk, már nem olyan sok van hátra, tehát érdemes itt maradni Ez az utolsó másodpercekben is. Hát gyorsan akkor tegyünk fel gyors kérdéseket. Attila, azt már megfejtettük, hogy azt a rengeteg pénzt, amit elástál, azt valaki kiásta, és most már nincs meg. Akkor most eh, mégis mi bereménykedsz? Kiknek szeretnél megírni? Hát van, van egy pár előadó, aki azért dolgozik tovább, és én várom is az új lemezüket, mert szeretek velük dolgozni. <hül> Ez, ez azt gondolom maradni fog, tehát ha nem is úgy, mint régen, hogy teljes lemezeket írtam, vagy 8-10 dalt egy lemez gerincét, esetleg csak 4-5-6 dalt egy lemezre, de most az is dolgoztam, egy izgalmas meló volt, két dal lett a vége, hatról volt szó, szóval aztán csak kettő lett a vége, de az, az a kettő, az szerintem jól sikerült, és végül ez a lényeg. Ö, és aztán jönnek majd új arcok, nem tudom, tehát... És igazából, a, igazából a, ami, ami, nagyon izgat, és hét darabban volt, volt közöm, hét műzikel, ez egy részük magyar volt, egy másik részük fordítás, ilyen Broadway műzikelek, tehát a színház, és a színházi dalok, ami egy más világ, és ott, ott jobban tudok szintén kicsit magamat <laughs> faragni és mutatni, hogy mire vagyok még képes, vagy mi az, amit... Kékesi eh, bajnok mondani. Lászlót kérdezem, hogy mert most már nem sok van hátra. Neked még sok, csak a műsorban szóval sok. van műsorban is sok. Mit szeretném még megvalósítani az életed során? Hát a legnagyobb rockerek között vagy. Most mi kell még? Hát az jó kérdés, egy kérdés volt. Lóvénak nincs én... szükség egy rockernek, hát, van legalább a szám Most számart. is zsíros kenyeret hogy régen. tudja fizetni sárga papírokat, Mit legalább De én nem is foglalkozok vele, mert én nem is érzem, hogy hány éves vagyok, mert én állandóan fiatalnak érzem, és szeretném minél tovább csinálni azt az egész. Hát ott, ameddig lehet. Mindig a minta, elmentem a Rolling Stones-ra, hogy mindig belelkesedek, meg megláttam a Jaggert, meg a dobost, azok e még 70 körül vannak. Mondom, ezek kijönnek, akkor ha én mondom, ha bírom egészségére, akkor én is Öm, nyomulok. sajnos az időnk lejárt, a civil rádió az működik tovább, a 98-as megahertzen. És német Nyiba Sándor is vezeti legközelebb is ezt a műsort, addig pedig maradjatok továbbra is a civil rádióban. Lenne két rövid kérdésem és rövid válaszom. Vagyis egy a kérdés, és mondjátok a választ. Rövid legyen és bölcs. Mondjatok a fiataloknak bölcsességet, ti, mint élő legendák, hogy kellene élni ebben a világban. Nem tudok, mindenki úgy, ahogy, ahogy érzi, és mi nagyon változunk annyit, hogy nincs egy alapvető mondat, amin végig lehet menni, vagy egy néző. akkor át változtam húsz év alatt, hogy néha nem hiszem hát Tehát annyira nem hiszem meg, mint a ég és föld lenne. nincs erre most idő sorolni, de én annyira más ember vagyok, mint 15-20 év, hogy ez döbben. és ezek gondolom sokan vannak így, hogy nincs bölcsesség. Hát majd azért a bajnokra várjunk egy kicsit. Bajnokam Bajnokám, jaj. milyen bölcsességet mondanál? Hát éppen az jutott eszembe, mert én, ilyen híradó vagyok, meg minden. Az lenne a legjobb, hogy nem lennének ekkora különbségek az emberek között, szóval ekkora nyomor meg a szuper gazdagság, hát most még ez más kérdés, az is gáz, az a két szélső, de jobb lenne a közelítene az, az egész világon, hogy legalább egy ilyen jó sok középosztály lenne, komolyan mondom, az a legfontosabb. Tudjátok, nekem mi volt a fontos, hogy ma Kékesi Bajnok László a p a vendégem volt, és Valla Attila egy zseniális szövegíró is, mindkettőn jó emberek vagytok, és Elég rég volt, ismerek benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha még marad idő, akkor egy rövid kis dal megszólal Varga Miklóstól, ha nem, akkor szevasztok szép napot. Tehát német Nyiba Sándor vezette a műsort. Sziasztok, sziasztok, élő legenda, őskövélet, minden páratlan héten. Vasárnap 17 és 18 óra között szevasztok. នៅណាមពពួរ